csengetés. Tűz van. Ezek nyilván tűzoltók. Szólni kellene Erzsének, hogy oltsa el a lámpát, mert biztosan meggyulladt a kredenc. Á, de hogy... De meg kell csöngetni. De hiszen akkor fél hét van már. Fel kellene kelni. De hiszen az lehetetlen, hiszen csak most feküdtem le. Mi van ma? Én. Péter. Szerda. Akkor magyar mazeg földrajztól. Amúgy se lesz ezért rendben, akkor még alhatom 5 percet. Magyar utány mazeg földrajz. Gyű! Hiszen én nem csináltam meg a földrajzot, a térképet. Szerdával megvan már. Most ki kellene pozitussal Magyarország határa. Jaj! Még át kellene olvasni a földrajzot, meg a nyelvtant. Föl kellene kelni. Fel is. Na mi az? Csak nem azt már megint, ez mégse lehet. Fel is! Bataki tanár úr és Magyarország határ. Hát kérem, Balog, csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Balog. Nem muszáj elsietni a dolgot. Nem kell kapkodni. Meg lehet csinálni azt a felkelést. Szépen nyugodtan, biztos készen, előkészítve. Hát Szrínyi sem rohadt ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészült. Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség, hogy az ember mindjárt kidugja a lábát a takaró alól ilyen hidegben. Az fontos persze, ha az ember fel akar kelni, de csak óvatosan, kedves Balog, csak óvatosan. Így. Megnézzük szépen a takaró alá, hogy minek dugja ki azért a lábam. Így is fel lehet venni. Na, meg is van. Tyű! A tollat bejön a hideg. Kapitány úr, léget kapott az ár! Némú kapitány, mindjárt elsüllyed! Pihenés következik. Pihenés szükséges. Úgyis beteg vagyok. Mehendiszte, tanár úr. Lányom, magyar ülékedés következtében nem vehet részt az előadáson. Tisztelettel, Kovács Aurél. Tehát Magyarországot délen határolja a Duna és a Szerbia. És a romániai dalmát és a Szerbia és a Szerbia fővárosa. És a fővárosi Szerbia... Na kezdje előről, Balog maga szerencsétlen! Tanár úr, kérem! Én készültem! Tudtam! Ugye? De elfelejtettem. Ne feleseljen, Balog, mert magának felelnie kell Szerbiából. Maga Szerbiából 4-esre áll, és az intőkonferencia már össze is ült. Na, fogja be a száját. Üljön ide az ágyú mellé, most maga lesz az ágyú közé, és magának kell megvédeni Magyarország határait. Ha nekem kell megvédeni, adjanak mellé ezer kipróbált deréke most. Mindegyiket tegyék túlcsakóba. Na majd én megmutatom neki. Hajra, derék fiú! Fel a csatába! Adjatok egy lovat Kovácsal! Maga patakítani el, hogy maga lesz a hadsegédem, de jól vigyázzon, hogy mit parancsolok, és lopja be a száját! Így! Üljön fel, de hátra lovarra, és kapja el, akkor jól jön. Majd látok én magának! Tanár úr, ugye elkészültél? Na mondd csak meg nekem, tanár úr, hogy mi a főváros a Szerbiának? Ha? Jaj, nem készültél. Szerbia fővárosa Budapest! Miután én most elfoglalom és hozzácsatolom Magyarországhoz. Aj, mire, tanár úr, 4-es kapsz. Hát, hol is van az a Szerbia? Hol is van? Az bizonyos, hogy valahol van. De nem találom. Áj, tanár úr, hogy foglaljam el Szerbiát, hogyha nem találom? Hát persze, hogy nem találod, te gazember, miután nem húztad ki tussal Magyarország térképét. Hát persze, hogy nem tudjuk, hol kezdődik Szerbia. Na megállj, te gazember, ezt te csináltad. Le a fejeddel! Le a fejeddel, Bubér! Vágja le a fejét azzal a szivarvára. Jaj, Bubér úr, én készültem, jaj! Gyű! Hát ezt elaludtuk meg. Gyű, mi lesz itt? Még jó, hogy a harisnyám már fent van. Töröld be. Te tovább. Az holnap lesz. Tessék.
A jó tanuló, Tóth. A Tóth miért tudja mindig megtanulni? Kérdezi otthon 32 napon 32 gyermekét. Kérd meg a Tóthot, hogy magyarázza meg, mondja az apa, és a gyerek valóban megkérje Tóthot. A Tóth minden tud előre, még mielőtt megmagyarázták Tóthnak. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk. Na de ahogy a Tóth tudja, az a biztos, az az egyedül helyes, az az abszolút. Tóth felel! Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézi a noteszt, halálos feszültség remeg az osztály felett. Az egyik a füzete fölé hajol, mint a skunk, hogy ne is lássák. A másik merően szembenéz a tanára. Szugerálja. A harmadik idegenre. Bemúgy a szemeit és lehajtja a fejét. Hújjon le fejére a vád! Kovács az utolsó padban egészen elbújik Balát a faládi háta mögé. Ő nincs itt, ő nem tud semmit. Őt írják be a hiányzó közé. Őt felejtsék el, törüljék ki az élő sorából, védje poraira. Ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeibe. A tanár kettőt lapoz a noteszben, aztán becsukja. Tóth, mondja egészen halkan és kivételesen. Nehéz, felszabadult sóhaj. Tóth gyorsan feláll. A mellettevő gyorsan kiugrik a padból, szerényen és udvariasan álmiben jól gondolom, kimászik a padról. Mint egy testőr. Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül a székre és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló kimegy a táblához és kézbe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jó tanuló fölkapja a spongyát és gyorsan törölni kezdi a táblát. Ebben végtelen előkerülség is. Önérzet van. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy ő ráér, hogy neki most nem kell gondolkodnia, ő nem fél. És addig is, amíg elkezdődik a felelés, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak, ezért letörli a tálcát. Mondja a tanár, és elgondolkodva húzza a szót. Majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvariasan is. Végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát, az érdekes helyzetnek megfelelőt. Most úgy néz a tanárra, olyan komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Tóth a gróf. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Tóth. Annyi megértéssel, olyan okosan. Csak ő tudja, hogy mennyire kúp az, amit veszünk. Én Tóth, a legjobb tanulom az egész osztályban veszek egy kúpot. Még nem tudom, hogy miért vettem ezt a kúpot, de nyugodtak lehettek. Mindjárt megkúpózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagulát. Csonkagula! Mondja a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. A csontagulával épp olyan barátságos viszonyban van, mint a kúppal. Mint ilyanokos alapul ki a tanár és a jó tanuló. Mi már nem is értjük. Ez az ő kettőjük dolga. Két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek éteri lépkörét. De már a jó tanulónak be sem kell fejeznie ezt a mondatot. Minek befejezni? Hát mellette mennyi kicsi a felül, hogy be tudja fejezni. A jó tanuló szerényen és végtelen udvariasan ül le. A következő pillanatban már roppant érdeklődéssel figyeli a következő szerelő szánalmas dadogását, s egy gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, és mit kellett volna felelnie. Ekman! Kimondják a nevét, nem hiszem elének. Körbenéz. Hát, hogy csoda történik. Hát, hogy csak adni. Nyomasztó Lidéci más, hogy ez az ő neve, és mindjárt felébred ebből az államból. Míg végig megy a pacsora között, erre gondol. A plusz B, szel A minusz B, egyenlő A négyzet, plusz B négyzet.
embereket, míg a földről szedeget, háta mögött felzúg az obligát is. A tanár becsukja a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen ismételgeti. A plusz nézel, veszi a krétát, a tanár ránéz. Készült, mondja a tanár. Készültem. Ó, hogy ne készült volna, hiszen a halálra ítélt is elkészül. Lenyiratja a haját és felveszi az utolsó menetet. Hát akkor írja. B négyzet mínusz, plusz mínusz négyzet gyök B, mínusz 4ac/2a. És a rossz tanuló engedelmesen írni kezd, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes az. Tudja, miről van szó, látja a tételt. Éppen úgy, mint akkor éjjel, amikor elaludt mellette, és fogalma sem volt róla, mi ez az egész. Igen, ez az. Sejti, hogy valami másodfokú egyenlet, de hogy mi lesz ebből? Szép, lassan és kalligrafikusan ír. A négyes száját vastagítja. A vonal, ami törtet jelent, gondosan letöröl egy darabot, és ehhez külön elmegy az ablakig, azt mondják. Időt nyelvenek, hát vagy csöngetnek. Majd valami lesz, úgyse sokáig szerepel ő itten. Ezt még szépen felírja, az egyenlőségjelet is szépen lassan felrakja. Halálos csend fölös körül, a tanár nem. A másodfokú egyenlet. A másodfokú egyenlet ismétli olyan ember modorában, mint aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem a rengeteg mondani valója közül éppen a leghelyesebbet, a legfrappánsabbat és a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli. Készült, mondja keményen a tanár. Tanárnő, kérem, én készültem. Hát akkor rajta. A másodfokú egyenlet úgy származik az elsőfokú egyenletből, hogy az egész egyenletet megszorozzuk, és úgy beszél. Valamint beszél. A második mondatnál arra számított, hogy félbe szakítják, lopva nézve tanár felé. A másodfokú egyenlet az elsőből származik úgy, hogy végig... Tanárnő, kérem, én készültem! Polgár Elzsi, mondja a tanár. Mi ez? Már egy másikat hívtak ki, ővele végeztek? Mi ez álmodik? A másodfokú egyenlet kezdi újra a fenyegetően. Polgár Elzsi fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi a másik létán. A másodfokú... Talán én készültem! Senki nem felel. És most ott áll egyedül a tömegben, mint egy szigetben. Még nem megy helyre. Neki még nem mondták, hogy menjen helyre, ő még felel. Most menjen újra végig a pacsorok között. Nem. Inkább áll még. A másik lány közben már felel is. És most így áll. Még áll. Reménykedik. Udvariasan figyeli, amit a másik beszél, bólogat, ezzel is jelezvén, hogy ő készült. Odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki, hangosan, de nem azért, hogy segítsen, hanem hogy a tanár lássa, hogy ő tud. Egyszerre aztán minden ereje elhagyja, elhallgat. Elborult elméjében, mint távoli szavak verődnek vissza az ajok. A kréta ropogása, összefolynak az arcok, és egy pillanatra világosan látja a végtelent, amelyről epejcben jelenti ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Hát, kérem szépen, először is. Ez még nem a végleges bizonyítvány. Ez csak a féle lenyomat, amit idéglenesen kiosztottak nekem. Az, hogy ma van a fél éves bizonyítványnak, hát az nem jelent semmit. A többiek, azok tényleg kikapták a bizonyítványt. De az enyémet fel kellett küldeni a minisztériumba, mivel a tévedések merültek fel, amiket sürgősen orvosolni kell. Különben a bizonyítvány ellenőrző és kiegészítő tanfolyam foglalkozni fog az esettel, tanfelügyelői középülésen. Igen. Amikor az osztályfőnök úr idatta a bizonyítványt, beszédet tartott. Kicsit zavarban volt és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves kis... Kovács. Kovács. Légy szíves, közöl szüleidem szerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal. Hibás tételek csúsztak vele. A bélyeghatósági rendelem szerint sajnos így is ki kell adnunk a
bizonyítvány, de kérnelek kell, kedves Kovács, igen, közöld a szülővel, miszerint ez csak olyan ideiglenes okirat, amelynek az adatai nem jelentenek semmit. Kérne kedves szüleidet, hogy ne haragudjanak ezért a tévedésért, ugye? Az igazi bizonyítványt csak hamar kiállítjuk, addig is kérhetem őket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratot átküldtük a rendőrségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra. Ugye, hangsúlyoz tényleg, hogy ez csak formaság. A főkapitány ugye személyesen átért a Fiumei Tengerészeti Gimnáziumba deríteni ki, hogyan történhetett ez a hogyan kerül bele a bizonyítványokba ez a számítani történelemből, ugye, ami csak egy közönséges szám. Ami azt jelenti, hogy négyszer belehetett történelemből. De esetleg félreértésekre adható volt? Tudni illik, Tóth Levente, tiszteltem tanár úr, a történelem tanár, ő csak helyettes tanár nálunk, még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgálnia kellene osztályzást tanul a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatokat adhat, amit persze másképp kell érteni. De egyes helyet kettes, kettes helyet négyes, de majd ha levizsgálod, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat, igazi osztályzatokra. Hát most egyelőre kéredi a papát, ne tessék haragudni egyelőre, és azt üzeni, hogy én négyszer feledtem történelemről. Egyszer aláhúzok egyharmadra, egyszer egyesre, egyszer háromnegyedkettesre. Na ezt tessék összeadni, miért van itt közé arányos lenni? Ki jön a háromnegyed egyes aláhúzva? Hát először is a második Józsefből feleltem, tehát akkor kicsengette. Másodszor kérdezte az örökösödési jogot. Hát mondtam, s maga de mi szövetség. Láttam, amikor beírta, de akkor elvesztette a nukeszt. Rizikából már októberben feleltem. Kérdezte a vádlas, hogy a napkörül. Én ennyi mondtam, hogy elégszik salakú pályán, megyek egyik gyújtókonyával a napban, s hogy ez nyújtom érdeme. Na akkor összetévesztett a mellettem ülő lányjal, akinek egyharmada van fizikából, és nekem írta be véletlenül. Hát akkor szóltam. Az egész tanári kar megnézte a nótest. Mondta, hogy tényleg a Kovács Vilma helyett írta be véletlenül. Na, hogy most ezt már nem lehet kiigazítani, mert hogy neki ebből a kormánynak ellenségei származnának. És hogy tegyen meg, hogy ne firtassam a dolgot egyelőre, és hogy elégedjen meg a hármas, és akkor végére kijavítja jelesre, úgyhogy nem is kell felelnem egész fél évben. A jeles egyből be is vezette a születési anyakönyvi bizonyítványom a főigazgatója aláírással. Hát, Alger Gábor, hát a Popovics Elza tanárnőnek mit kell már nem adni? Én erről nem tehetek. Hát a határozatlan együttetóval kellett megoldani a fegyelmetet, és akkor, mikor kihívott, és akkor, mikor megmondtam, hogy akkor most beszólsz a Klamdával, erre kiesik a második egyenlet. Hát akkor nem esett ki a második. Hát persze azért nem, mert hát te részem is be kellett volna szólni, hogy ezt a Popovics tanárnő nem vette észre. És mikor már mondta, hogy be kellett volna, és mikor észrevette, hogy ő nem tudta? Nagyon elszigyelte magát. De aztán azt mondta, hogy üljek helyre. És azok a pikke van rám, mert én jobban tudtam az algerát. És nem akar kihívni, javítani. Pedig a törvényszékben benne van, hogy ki kell hívni januárig a gyereket javítani, különben nem érvényes az osztályzat. És Tó, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehetne jelenteni a Popovics tanárnőt. De én nem akartam, hát ott is pikke van rám. Pedig a dolgozatban nekem ugyanaz jött ki, mint a Tótnak. Maga Michelet? Ha maga Michelet-ből azért van kettes, mert ha van három-hármas, akkor nem lehet maga Michelet-ből se egyes, hanem külön bizonyítványt adnak ki maga Michelet-ből, amit majd postán küldenek el a szülőnek. Hát ez nem hármas. Ez kettes, csak az osztályfőnökről olyan furcsa ígérni. Valami felhívja a védőt a kettes. Csak a vezeték nevetesség alá. Igen,